Árut pakolnak le a kamionról a BHS Trans munkatársai. Három raktárba összesen 5000 négyzetméteren tudják elhelyezni a partnereik árucikkeit. A modern raktárak minden megbízói igényt ki tudnak elégíteni. A helyiségek kialakítása biztosítja, hogy a legoptimálisabban és legköltséghatékonyabban tudják végezni feladatukat. SAP vállalat irányítási rendszert használnak, melyel biztosítani tudják a valós idejű és tartalmú riportokat partnereik felé. A cég a keszthelyi beruházásról azt nyilatkozta, szeretnék elősegíteni keszthely gazdasági fellendülését. Nagy öröm számomra, hogy egy olyan beruházás átadásán lehetünk, ami azt gondolom, hogy országos szempontból is jelentős, a város és a térség szempontjából pedig azt gondolom, hogy tényleg egy kiemelt beruházás. A logisztikai központot csütörtökön délelőtt adták át ünnepélyes keretek között. Nagy Bálint polgármester hangsúlyozta, egy település számára is fontos, hogy több lábon álljon. A környéken nagyrészt a turizmusból élnek az emberek, a logisztika azonban tökéletesen ki tudja egészíteni ezt az ágazatot. Ehhez hozzájárul, hogy a városban az utánpótlás képzésre is nagy hangsúlyt fektetnek. Keszthelyen, mint iskolaváros. Az egyik fontos szerepünk az azt gondolom az, hogy a logisztikai képzés, ami középfokú logisztikai képzés jelenleg is zajlik a városban, a fiatal tanulókat, illetve a gazdasági piaci szereplőket már össze tudjuk hozni, és a fiataloknak munkalehetőséget tudjunk a városban biztosítani, az ide települő cégeknek, mint a BHS Trans is például, őnekik pedig egy biztos jövőképet tudjunk nyújtani, például azáltal, hogy igenis Keszthelyen és ebben a térségben lesz megfelelően képzett munkaerő. A szalagátvágás után Nagy Bálint leleplezte a létesítmény mentén húzódó utca új névtábláját. A BHS Trans Keszthelyi Logisztikai Központjával a nyugat-magyarországi partnerek gyorsabban és hatékonyabban juthatnak árukészlethez. A létesítményben 50 keszthelyi vagy környékbeli dolgozónak tudnak munkahelyet biztosítani.